az autistáknak kedvezően kiegészül a gyermekek otthon gondozási díjának szempontrendszere. Az AOSZ vette a szülőknek a jelzéseit. Hónapok óta egyeztet egymással az Autisták Országos Szövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ennek eredményeként új ponttal egészítették ki a vizsgálati szempontrendszert. Bekerült egy 8. A pont, ami kifejezetten az autista személyek vizsgálata során felmerülő szempont, ami a kihívást jelentő viselkedés és a belátó képesség kérdéskörét vizsgálja. Ez némiben eltér az ápolási gondozási szükséglettől, ellenben komoly kihívást jelent a mindennapokban az autizmusban érintett családtagok támogatása, segítése során. Az év eleje óta mintegy 3300-zal bővült az ellátásban részesülő családok száma. Azt is mondta, a kormány folyamatosan növeli az ápolási díj mértékét is. Ennek megfelelően a 2010-ben 15 milliárd forintos összeget mostanra meg háromszorozták. Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkárt köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nézzük először azt a módosítást, ami ugye az autistákra is kiterjedő szempontrendszerrel egészítette ki a gyodot. Ez hány fővel növeli az ellátást kapók számát, és milyen költségvetési vonzata van ennek? Én odáig visszamennék, hogy ugye idén került bevezetésre a gyod, idén került megemelésre az ápolási díj mértéke, és ezzel párhuzamosan egy újfajta bírálati szempontrendszer került bele. Itt, ahogy elnök asszonyt is hallottuk, az elmúlt hónapokban komoly közös egyeztetések folytak, egész egyszerűen azért, hogy ez a szempontrendszer, ez kibővüljön, bővítésre kerüljön, ahol az autista diagnózissal rendelkező ellátottak esetében még cizelláltabban, még jobban figyelembe lehet venni az ő élet helyzetüket. Ez jelent meg most, ez a kormány határozat és ez a kormány rendelet. Hány érintett van? Összességében most úgy látjuk, hogy 54 ezer ember az, aki júniusban kapott ilyen ellátást. Az fontos megjegyezni, hogy minden előzetes rossz hírkeltés és próbálkozás ellenére az a helyzet, hogy ez 50.600-ról nőtt 54 ezerre az elmúlt fél évben. Abban a fél évben, amelyben ezek alapján, a szempontok alapján ítélték meg, hogy valaki jogosult-e vagy nem jogosult. Tehát az elmúlt közel fél évnek ez a több mint 3000 fős bővülése azt jelenti, hogy senki nem esett ki a rendszerből, sőt nőtt azoknak a száma, akik vagy ápolási díjat, vagy gyodot kapnak. Az LMP a hír bejelentése után kiadott egy közleményt, amelyben bírálják ezt a módosítást többek között. Azt mondják, hogy ezt kifogásolják, hogy a kormány még mindig nem hajlandó egységesen megadni ugye a támogatást minden autizmussal diagnosztizált gyermek számára. Az az ő álláspontjuk, hogy a diagnózissal automatikusan járó támogatás lehetne az egyetlen elfogadható mód. Erre nyitottak, vagy van olyan szakmai indok, amely alapján ezt elutasítják, vagy visszautasítják? Először azért azt gondolom, hogy minden észrevételt fogyatékos területen fontos meghallgatni, fontos véleményezni és észrevenni, hogy van észrevétel. Azért képviselő úr és az LMP véleményénél azért érdemes az elmúlt történelmi időt is felidézni, ugye amikor decemberben az ápolási díj megemeléséről volt szó, a gyógy bevezetéséről volt szó, akkor nem szavazta meg ezt a parlamentben. Utána vizionálta azt, hogy több ezrek ki fognak esni. Helyettem inkább cáfolja a valóság, cáfolja a tények azt, hogy mindez nem következett be. Az AOSZ-szal van egy olyan együttműködés, egyébként ez az együttműködés régóta tart, folytatódni fog a jövőben is, amikor értelmesen, normálisan, kulturáltan meg lehet egymással beszélni, hogy a családok mit igényelnek. Ez a módosítás, ami most bekerült, ez az AOSZ és a mi reményünk szerint is olyan, ami kezelni tudja teljes mértékben ez a bővítés az autisták helyzetét. Egyébként az fontos, hogy az ápolási díj az ugye nem autista specifikus ellátás, tehát itt ugyanúgy tudnak részesülni más, akár értelmi fogyatékos, mozgássérült gyermekek, hozzátartozók, felnőttek. Itt a lényeg az, hogy valaki olyan súlyos fogyatékos legyen, hogy az önálló életvitel tekintetében kell szülői vagy más hozzátartozói segítséget igénybe vennie. Maradjunk az ellenzéki érveknél, még azt mondják, ez egy folyamatosan megfogalmazódó követelés, hogy az idős gondozásra szoruló szülők esetében is járjon a gondozási díj, ezt tervezik?
Az, hogy a gondozási díj tekintetében ugye mindig lehet egy olyan vitát lefolytatni, hogy mi az, ami elég és mi az, ami nem elég, azért a számok tekintetében egyet hadd hozzak ide. Ápolási díjra, gyodra az elfogadott 2020-as költségvetésben 55 milliárd forint került előzetesen számítások szerint betervezésre. 55 milliárd forint. Ez 2010-ben 15 milliárd forint volt, sőt egy évvel ezelőtt is 27 milliárd. Ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest a jövő évre megduplázódik ez az összeg. Természetesen az élethelyzet ezekben a családokban mindig olyan, amit nagyon nehéz forintosítani. Az a lelki, az a fizikai teher, amit ott a hozzátartozók visznek, és ami minden elismerést megérdemel, az nehezen számszerűsíthető. A kormánynak az elköteleződésének az az egyetlen módja, hogy kifejezze, hogy látható emelés történik, mindig fel lehet tenni azt a kérdést, hogy legyen még több. Az elmúlt két év is azt bizonyítja, azt gondolom, hogy itt kifejezetten nagy mértékű emelés történt. De hogy látják, hogy indokolt ez a kérdés felvetés? Ez a kérdés, ami arról szól, hogy egyébként az idős hozzátartozók esetében milyen, ennél kicsit bonyolultabb, mert itt az is szóba jön mindig, hogy milyen biztosítási jogviszony és egyéb kapcsán jár ez. Ez egy olyan kérdés egyébként, amiről most is tárgyaltunk, és a jövőben is próbálunk tárgyalni, meg fogjuk nézni, hogy mi a mozgástér. Beszéljünk a nyári táborról, idén ugye a 23. alkalommal rendezik meg az Ágota tábort, ugye ez az állami gondozásban élő fiatalok országos találkozója. Hány ilyen sorsú gyermek vesz részt a nyaraláson, mondjuk idén? Ebben a táborban most idén 600-an lesznek ott, egyébként jellemzően itt mindig ilyen sok száz fős, valamikor 1000 főt is elér. Ugye összesen 23 000 gyerek van a gyerekvédelemben. Ezek azok a gyerekek, akiket a saját családjuktól, édesanyjuk, édesapjuk mellett kiemelnek, egész egyszerűen azért, mert az ő fejlődésük, biztonságos nevelkedésük a saját vér szerinti családban nem biztosított. És pont ezért egy ilyen tábornak, független attól, hogy nyilván minden tábor jó, minden ifjúsági tábor, de ennek van egy olyan lelki hozzáadott értéke, egy lelki feltöltődés, ami ha valahol, akkor a gyerekvédelemben rendkívül fontos. Fontos, hogy nem mindig csak a négyzetméterekről, hanem mindig arról legyen szó, hogy egy nevelővel éppen milyen a viszony, hanem tényleg meg legyen az a lelki plusz, ami a kötődés hiánya, a bizalom hiánya a rendelkező gyermekek esetében hatványozottan fontos, mint egyébként bármelyikünk esetében. Más lépjünk tovább, gyakran bírálják a kormányt ugye az akadálymentesítés elmaradása miatt is, vagy hát, hogy nem megfelelő ütemben zajlik. Tesztidőszakba lépett ugyanakkor a vak és gyengéllátó emberek önálló életvételét segítő távszem nevű szolgáltatás. Ez miben és hogyan nyújt segítséget a vakoknak és a gyengéllátóknak? A meggyőződésem az, hogyha valós segítséget szeretnénk nyújtani fogyatékossággal élő honfitársainknak, akkor két dolgot tehetünk. Az egyik az az, hogy növeljük az elérhetőséget, hozzáférhetőséget, amit akadálymentesítésnek hívunk, a másik pedig az, hogy segítjük a munkahelyteremtést az ő számukra. Ez a mostani szolgáltatás, ez egy szerves folytatása annak, ami egyébként elkezdődött pár évvel ezelőtt, amikor a siketek kapták meg azt a kontakt jelnyelvi szolgáltatást, ami a kommunikációjukat segíti. A mostani vakok, gyengéllátók számára elindult szolgáltatás, az pedig egy távszem néven futó szolgáltatás, amely azt jelenti, hogy egy vak, gyengéllátó ember okos eszköz segítségével és a háttérben egy operátor segítségével mégiscsak tudja látni a körülötte lévő világot az okos eszköz felhasználásával. Ugye a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatására is célzott a munkaadók, azok mennyire nyitottak arra, hogy mondjuk ilyen fogyatékossággal élő embert foglalkoztassanak, hogyan lehet ösztönözni ezt? Ha a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 8 évben 2010-hez képest 9 évben 18%-ról 42%-ra nőtt a fogyatékos emberek foglalkoztatása. Ebből azt is mondhatjuk, hogy ez jó, a tendencia rendben van és az örömteli. Ebből szeretnénk tovább lépni. Van nyitottság, de azt gondolom, hogy ahhoz nagyon sok munka kell, hogy egyébként, ahogy a társadalomban is elfogadásra kerüljön a fogyatékos emberek helyzete, amiben azért a 90-es években egy rendkívüli nagy hátránnyal indultunk, hogy ez a természetes része a társadalomnak az, hogy valaki valamilyen fogyatékossággal él. Ez a gazdasági szereplőknél is lecsapódjon, és bátran merjenek alkalmazni. Ezért vezette be egyébként a kormány most január 1-től azt a fajta kedvezményt, hogy a munkáltató, ha egy fogyatékos embert foglalkoztat, akkor a minimálbér kétszereség járulékmentesen teljeti ezt. Ez egy pénzügyi ösztönző, de legalább ilyen fontos, hogy egyébként az emberi ösztönző is ott legyen, ne féljenek fogyatékos emberi élőket foglalkoztatni. Hogy a felfogásban is beálljon ez a fordulat. Államtitkár úr, köszönöm, hogy itt volt. Szívesen tettem.
Nézőinknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Magyarország élőben holnap is a megszokott időpontban jelentkezik. Tartsanak akkor is velünk, ha tehetik. A viszontlátásra!